Onnantól, hogy a kormány döntött a korlátozások enyhítéséről, és az MLS lehetővé tette az NB1-es csapatok edzéseinek folytatását, mindenhol elkezdődtek az egészségügyi szabályok betartásával a tréningek. Kisvárdán a kijárási korlátozást a Várda Sporthotel egyedüli lakójaként átvészelő Boldog Tamás ismét a pályán dolgozhat együtt a futballistákkal, akik egyéni edzésterv alapján készültek március második felében és áprilisban. A csapat az nem épült le, mivel azért itt az elmúlt 3-4 hétben mi tudtunk készülni, igaz, hogy az elején csoportokban, itt az utolsó két héten voltak közös foglalkozások. Úgyhogy fizikailag én úgy gondolom, hogy jó állapotban vagyunk. Mentálisan meg az volt a lényege a történetnek, hogy legalább eldöntötték, hogy mikor fog kezdődni a bajnokság, és hogy kezdődik. Úgyhogy van valami célod előtted, mert eddig az volt a gond, hogy csináltad, de ez egy bizonytalanságot okozott mindenkinél, és abszolút én meg tudtam érteni a játékosokat, hogy sokszor ők sem tudták azt, hogy most van-e értelme az egésznek, vagy nincsen, vagy hogy mi fog velük történni. És ilyenkor én úgy gondolom, az edzőnek pont az a legnehezebb, hogy ezeket a játékosokat, ezeket a szituációkat azért úgy reagált le, hogy mindenki feszültebb ilyen helyzetben, mivel nem tudod, hogy mi fog történni. De pillanatnyilag én úgy gondolom, hogy amit tudtunk, elvégeztünk, a játékosok abszolút vevők és jó a hozzáállásuk, úgyhogy nem tudok panaszkodni. A Kisvárda szombaton két felkészülési meccset is játszik, a kettéosztott keret az ellen a Debrecen elleni pályára 11 és 13 órai kezdette a zárt kapuk mögött a Várkerti stadionban, amely május 23-án a Ferencváros elleni elmaradt meccsét pótolva nyitja meg az NB1 hátralévő szakaszát. Mi azért nem készülünk rá erre a mérkőzésre, és tényleg úgy van, hogy a Debrecennek egy héttel a bajnoki előtt ez az utolsó olyan edző meccse, amiről ők már kihegyezett állapotban jönnek, szerintem felfrissítve jönnek, azért mégiscsak az utolsó teszt. Mi most ezt annyira nem vettük tekintetben, mivel nekünk két hetünk van, úgyhogy a terhelés szempontjából nem vettünk vissza, ez egy jó felmérés lesz, de nekünk van még utána plusz egy hetünk. Szóval nem ugyanazon a szinten vagyunk szerintem a Debrecennel, ők már frissítenek, nálunk még a terhelés is szerepet játszik. A Kisvárda bajnoki meccsen május 30-án szombaton 16 óra 55 perces kezdéssel fogadja az Újpestet. Fontos tudnivaló, hogy a korábbi hárommal szemben a folytatásban 5 cserére lesz lehetőségük a csapatoknak.